ugye a pikantériája az a dolognak, hogy nem, mindketten nem, nincsenek a kezdőben, de volt olyan, amikor egymás ellen játszottak, na, azt egy nagyon nehéz dolog elviselni, hogy most ki az, akinek szurkolj. A kapus ne kapjon gólt, a csatár meg lőjön gólt. Azt jutott eszembe, hogy mikor 7,5 éves volt, és bekerült a nyíradonyi olasz focisúli csapatába, akkor az első bemutatkozó meccse az épp anyák napján volt. Úgyhogy most attól jeles ez az anyák napja is. Én már egy interjút adtam ma, és abban elmondtam, hogy mi tulajdonképpen szülőként megadtuk nekik a lehetőséget, és ők éltek ezzel a lehetőséggel, és ami munkát elvégeztek, ami munka mögöttük áll, az most mind értük beszél, vagy róluk beszél. Hát most még csak a várakozás idején tartunk, de a pulzusom szerintem már rettentő magasan van. Nagyon várom, életemben nem voltam még ilyen helyzetben.